Az elmúlt hétvégén is folytatódtak világszerte azok a megmozdulások, amiken a palesztinok melletti kiálláson túl Izrael ellenes jelszavakat skandáltak. Londonban több embert is őrizetbe kellett venni, Franciaországban pedig, ahol Európa legnagyobb muszlim közössége él, megsokszorozódottak a zsidó közösség elleni támadások. Szégyen Kanadára. Ezt a felkiáltást lehetett hallani palesztin zászlók erdejében vasárnap Torontóban. Az Izrael ellenes tüntetők azt követelték, hogy a kanadai kormány vizsgálja felül a hivatalos álláspontját és ne adjon támogatást Izraelnek. A tüntetők közül volt, aki a Palesztina szabad lesz, mások a zúzzuk szét az izraeli apartheidot feliratot emelte a magasba. Közben Londonban vasárnap este az Izraellel szolidaritók is az utcára vonultak. A résztvevők órákig csendes sorfalat álltak a katari nagykövetség előtt, miközben a Hamász terrorszervezet által túszul ejtett izraeliek fotóit tartották a kezükben. A brit fővárosban a hétvégén folyamatosak voltak a demonstrációk. A palesztinpárti tüntetések ugyanakkor nem bizonyultak ennyire békésnek. A randalírozókat egymás után vette őrizetbe a Scotland Yard. A főparancsnok úgy fogalmazott, felkavaró és ízléstelen jelenetek is zajlottak, és csak azért nem vettek őrizetbe több száz tiltakozót, mert értelmetlen lett volna. Nagy-Britanniában ugyanakkor, mint mondta, szigorúbb törvények kellenek a szélsőségesekkel szemben. Hetek óta hasonló a helyzet Európa több nagyvárosában is. A Hamász terrorszervezet Izraelre mért támadása óta ugyanis a többnyire bevándorló hátterű tömegek ellepték az utcákat Palesztinát éltetve és Izrael ellenes antiszemita rigmusokat skandálva. A demonstrációkat szinte mindenhol Palesztina függetlenségét követelő baloldali akciócsoportok szervezik. 2016 óta mintegy 15 millió dollárt kaptak olyan szélső baloldali szervezetek a Nyílt Társadalom Alapítványtól, amelyek most Izrael eltörlését követelő tüntetéseken mozgósítanak. Erről írt vasárnap a New York Post. Az amerikai lap szerint a Soros Györgyhöz köthető hálózat 13,7 millió dollárt adományozott olyan szervezeteknek, amelyek indokoltnak tartják a Hamász véres támadásait. Mint írják, a Nyílt Társadalom Alapítvány 2018-ban például 60 ezer dollárt adományozott a New York-i Arab-Amerikai Szövetségnek, vagyis egy olyan szervezetnek, amely egy október 21-i Izrael megsemmisítését követelő brooklyni tüntetés szervezésében részt. A New York Post hozzáteszi, az alapítvány 800 ezer dollárt adományozott az izraeli arab kisebbségi jogok jogi központ nevű szervezetnek is, és olyan aktivistáknak, akik a tüntetőkkel október 18-án betörtek a Kapitóliumba. A randalírozókkal, az Egyesült Államokhoz és Nagy-Britanniához hasonlóan a hatóságoknak Franciaországban is meggyűlt a bajuk, és több esetben kellett intézkedniük. A francia zsidók félelemben élnek a Hamász támadásait követő növekvő antiszemitizmus közepette, ezzel a címmel már a Politico közölt részletes összeállítást hétfőn. A portál arról ír, hogy az országban az elmúlt három hétben több antiszemita incidens történt, mint az elmúlt egy év alatt összesen. Október 7-e óta fél ezer ilyen bűncselekményt jelentettek. A szóbeli gyalázkodások és a fizikai támadások mellett az utcákon olyan falfestmények jelentek meg, amelyek azt hirdetik, a zsidók megölések kötelesség. A Politico szerint Párizs északi, Kis Jeruzsálemnek is nevezett Szárszáj nevű városrésze hetek óta kísértetiesen csendes, a helyiek ugyanis tartanak az utcákon randalírozó palesztinpárti tömegtől. A belügyminiszter a támadások óta több rendőrt és katonát vezényelt a zsidó iskolákhoz, imahelyekhez és közösségi központokhoz. A Politico ugyanakkor hozzáteszi, a helyzet nehézségét az adja, hogy Franciaországban a félmillió zsidó mellett Európa legnagyobb, több milliós muszlim közössége él.